Negyedik élvonalbeli idényére készül a kisvárdai csapat, amely a szokásos helyszínen a Bessenyei Gimnázium dísztermében tartotta hagyományos szurkolói ankítját. A legutóbb ötödik helyen végzett csapat keretéből Kornel Ene, Mihály Minka, Fernando Viana, Sassa, Kovács Réti Márk és Horváth Zoltán távozott. Az érkezési oldalon Németh Márk, Nagy Mihály Krisztián, Cérna Erik, Jasir Asani és Jászmin Mesanovics neve szerepel. A szakmai munkát João Janeiro irányítja. A portugál tréner elégedett az eddig tapasztaltakkal. Nagyon sikeres volt a felkészülés, 7 edzőmeccset sikerült lejátszanunk, ez idő alatt ezeken a meccseken nagyon sok gólt sikerült szereznünk, viszont sokat is kaptunk, amit én pozitívunként értékelek, mert az azt jelenti, hogy támadó futballt játszottunk. Továbbá nagyon fontos volt számomra az, hogy megismerjem a játékosaimat. Ebben is segítségem volt ez a több edzőmérkőzés, nem csak a teljesítményüket a pályán, hanem azon kívül emberi képességeiket is. A hosszabb sérülés után visszatérő csapatkapitány Lukasz végig dolgozta a felkészülést, és véleménye szerint készen állnak a bajnoki rajtra. Nagyon vártam ez a pillanat, hosszú idő volt egyedül edzeni. Úgy gondolom, hogy nagyon jó felkészülés sikerült végeznünk. Nagyon hasznos 10 nap is töltöttünk Ausztriába, szerintem egybe van a társaság, az újak is sikerült beilleszkedni hamar, és gondolom, hogy kész van a csapat. Mint Révész Attila sportigazgató elmondta, az előző szezon végén a fiatalitást tűzték ki célként, és az átigazolási időszakban tartották is magukat ehhez az elképzeléshez. Több mint 10 évvel lettünk a induló szezonunkhoz képest fiatalabbak átlag életkorban, és most már a helyi játékosok, az akadémiáról kikerülő játékosok is nagy számban jelen vannak a közvetlen keret meghatározásakor, illetve már edzéseken is. Az idén is lesz már olyan játékosunk, aki be fog mutatkozni az élvonalban. Minden posztra megfelelő létszámmal, talán a két szélső hátvéd egy picit ebben a tekintetben gyengébb, de ott tudunk átcsoportosítással megoldást találni erre a problémára. Támadósorban a középpályán pedig ragyogóan nézünk ki. Hát ott a vezetőedzőnek nagyon nehéz feladata lesz a csapat kialakítását, illetve majd kezdő 11-ét kijelölendően. A Kisvárda az NB egy nyitó fordulójában szombaton a Ferencváros otthonában lép pályára. Úgy gondolom, hogy az igazi nyomás az a Ferencvárosnak a vállán van, hiszen ők a regnáló bajnokok, és mi oda úgy mehetünk, hogy igazából nem rajtunk van a nyomás, hanem a Ferencvároson, ami egy kicsit mellettük szólhat, hogy ők már a Bajnokok Ligája sorozat miatt hamarabb fel tudták venni a versenyterhelést és a mérkőzéseknek azt a fajta ritmusát. A forduló további párosítása a következő: Paks Mezőkövesd, Gyirmót MTK Budapest, Budapest Honvéd DVSC, Zala Egerszeg Molfehérvár FC és Újpest Puskás Akadémia.